Diákok regisztrálnak a Szent György Kórház járóbeteg szakrendelőjében a délutáni programokra. Ismét nyílt napot tartottak az egészségügyi intézményben. Ezúttal középiskolás diákokat vártak kórházlátogatásra. Az a célunk ezekkel a nyílt napokkal, hogy egy picit népszerűsítsük ezt a szakmát, és betekintést tudjunk nyújtani az ide látogató diákoknak. Most a 11. és 12. évfolyamos diákok látogatnak az intézményünkbe. Bízom benne, hogy nagyon sokan jöttök majd ide hozzánk egy pár év múlva gyakorlatot tölteni. Jelenleg a kórház minden osztályának szüksége van utánpótlásra és fiatal munkaerőre. Hogy minél többen megtapasztalják az egészségügyi hivatás szépségeit és kihívásait, annak érdekében a kórház dolgozói igyekeztek a lehető legtöbb mindent bemutatni a mindennapokból. Benne van a nővér is, egy légtérben vannak, és bármilyen akut esemény van, akkor azonnal tudnak a beteget jelezni, és a nővér is észreveszi, hogyha bármi probléma adódna. A fiatalok a kórház egyes osztályainak műtőibe is betekintést nyerhettek. Amikor már egy picike kis felrakódás van rajta. A hemodinamikai osztály egyik orvosa azt mutatja, hogy néz ki az érfal belülről, ha a szervezetben már kialakulóban van valamilyen probléma. Később azt is bemutatták a fiataloknak, hogy zajlik az osztályon egy műtét. Ez műanyagcsövön keresztül vezetjük fel ezeket az eszközöket, a beteg nem alszik, a beteg érzéslenítésben van, lidokainosban, és a katétereket ezen a csövön keresztül cseréljük, meg fogjuk mutatni. A különböző műtéteknél használt eszközök egy részét a kórházba látogató diákok megtapinthatták, adott esetben ki is próbálhatták. Azt, hogy egy vékonyabb. A fiatalok egy része nem csak puszta kíváncsiság miatt, hanem konkrét célokkal érkezett már a csütörtöki nyílt napra. Mi a biológia emelt keretében érkeztünk ide, és én majd fogorvosként szeretnék tovább tanulni. A hemodinamikai osztály mellett a radiológián, a gyermek és csecsemő osztályon, de a kórház nemrégiben átadott Skill laborjában is foglalkozásokkal várták a diákokat, akik a fehérvári középiskolák mellett Móri és Zicsiújfalui oktatási intézményekből is érkeztek szép számmal a csütörtöki nyílt napra.